szerettük. Mi annyira szerettünk ott lenni. Álmatlan éjszakánkban, üres ahova tovább, csak kérj meg egyszer engem, hogy a jövőt fedezzem fel. Mondd el nekem, úgy várom, hogy merre induljak el. Te voltál a minden, az a kimondhatatlan szó, még ha néha bántottál is, olyan simogatni való. Szeretnék egy álmot, véget nem érőt, mondják valamit, amíg nem túl késő. Úgy szeretlek én, igen, úgy szeretlek én, mint soha senki más sem az életben még. Úgy szeretlek, igen, úgy szeretlek én, ígérd meg, hogy úgy lesz mindörökké. Csak te is fél. Áldott legyen a bánat, s benne a könycseppeit. Az a félénk mosoly, a régmúlt fényképeit. Nem lesz úgy. Nem lesz úgy, hanem tisztában kell lenni vele, hogy búcsúzni kell. Ezt a dalt, ami most föl fog hangzani, akkor ismertem meg, amikor hajóval Ausztráliába indultam dolgozni, több mint 40 évvel ezelőtt. Akkoriban még hajón utaztak, vándoroltak ki az emberek, és a kikötőbe úgy búcsúztak a parton lévők és a hajó korlátjainál állók, hogy szerpentin dobáltak egymásnak, s ahogy távolodtak a vízen utazók, kezdtek elszakadni ezek a papírkötelékek. Aki viszonylag sok évet megélt számtalan búcsúra, a kötelékek megszakadására emlékezhet. Búcsúztunk, amikor apáink a frontra vagy a munkaszolgálatra kényszerítették, hogy ne is beszéljünk 1944-ben induló tehervonatokról, vagy később a kitelepítettekről és a lágerbe küldöttekről. Már többen emlékezhetnek arra, amikor 1956-57 telén útra keltek azok, akik új hazát kerestek, akik előzött a megtorlástól való félelem. Hasonló érzések gyülemlettek, amikor a Lipótról kezdtek elszállingózni az ott dolgozó barátok. Először Döme Laci, Rigó Péter, Makkos Zoli, aztán Rimmer Zoli, Frecska Ede, Herceg Ilona később, végül pedig Magyar Iván és Takács Gáspár. Az elválás szeretteinktől mindig fájdalmas, néha szörnyű. De nem csak személyektől lehet búcsúzni szívszorítóan, de tárgyaktól, épületektől is.
amelyekbe generációk dolgoztak, gyógyultak, éltek együtt örömben és bánatba, a sajátjuknak érezték, az övék volt. Tehát Budapest, te édes, Isten hozzád fényes éjszaka, itt ezentúl mindig csak sötét lesz, mit keresek én itt tollala? Tündöklés a boldog keveseknek, mely a ránk csukódó éjbe tűnt. Hol vannak a dámák és a krekkek? Isten veled, édes életünk! Fáj búcsúzni, Isten veled, édes életünk. Hát ez szép, ez a Senyei dal, de az igazi klasszikus zenét Eszterházy Pál zenésze, főzeneigazgatója József Haydn írta ezen a környéken. És egyre kevesebb zenész játszik. Az utolsó zenész is elment. Mi is elmentünk. Pedig... Kedves János, nagyon szépen köszönjük. Engedjék meg, hogy egy ilyen nagyon szomorú és mégis felemelő szimpózium elnökének a zárszava jogán. Hadd mondjam el azt, hogy Füredi Jánossal évek óta azt mondtuk, az az igazság, azt mondja, hogy én mondtam először, de én erre nem emlékszem, hogy a magyar pszichiátria olyan, mint a lipót. Na most az a kérdés, amit itt mindjárt föl kell tenni, hogy milyen lesz mától vagy holnaptól a magyar pszichiátria,